Kedves kollégák, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai webináriumunkon. Én Nagy Regina vagyok, és a Oktatási Hivatal eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pontja és a Digitális Pedagógiai Központ nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai webináriumot Kalocsai Ibolya fogja nektek megtartani, aki gyakorló pedagógus és eTwinning nagykövet. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes témát fogtok ma hallani. Természetesen, ahogy eddig is, lehet majd kérdezni alul a csatablakban. Hogyha közben nem tud Ibolya válaszolni, akkor mi össze fogjuk gyűjteni a kérdéseket, és a végén biztosan sor kerül arra, hogy minden kérdéseteket megválaszoljuk. Természetesen erről a webináriumról is felvétel fog készülni, ami a Digitális Témahét és az eTwinning YouTube csatornájára is fel fog majd kerülni a későbbiekben. Ahogy eddig is, a webinárium végén meg fogok veletek osztani egy linket, amin egy űrlapot fogtok találni, hogyha valaki szeretne majd igazolást kérni a mai webináriumról, akkor az legyen kedves kitölteni majd ezt az űrlapot. És akkor át is adom a szót Ibolyának, és remélem, hogy egy nagyon érdekes egy órának nézünk elébe. Hamarosan meg fogom osztani veletek a képernyőt, és onnét fogom mutatni, amiről beszélni szeretnék. Egy kis türelmet. A mai webináriumunkon tehát egy értékelési rendszert szeretnék bemutatni, illetve egy eszközt, amely nagyban megkönnyíti a munkát. Az első részben egy kicsit inkább erről az értékelési rendszerről, a másodikban pedig az eszköz használatáról szeretnék beszélni. Talán a cím egy kicsi magyarázatra szorul, hogyan motiváljunk gamifikációval. Gamifikáció alatt mit értünk? Magyarul mondhatjuk azt, hogy eljátékosítás, játékosítás, és alapvetően oktatási környezetben felhasznált játék elemeket érthetünk alatta. Magyarán a tanulók különböző tevékenységeikkel pontokat szereznek, az összegyűjtött pontokkal különböző szinteket érnek el, kicsit hasonlóan, mint hogyha egy videójátékban szerepelnének, és ezáltal tulajdonképpen lépnek előre, és ezeket a pontokat idővel aztán osztályzatra válthat. Egy kicsit a háttérről, és arról, hogy milyen előzményei is voltak ennek a webináriumnak. Sokan tudjátok, tehát német nyelvet tanítunk szakgimnáziumban, és a mai webináriumnak az előzménye az volt, hogy egy évvel ezelőtt Priebara Tibor a 21. századi tanár című könyve alapján két tanulócsoportban indultam el azzal a szemléletváltással, amit ő ott leír, illetve egy új értékelési rendszert, egy pontrendszert vezettem be. A könyvet valószínűleg többen ismeritek, olvastátok, aki nem, annak nagyon tudom ajánlani. Nem csak Priebara Tibor leírását arról, hogy hogyan ment keresztül, hogyan vitte végbe ezt a szemléletváltást, hanem a könyv hátuljában lévő függelékeket is, különböző szakos pedagógusok, az oktatás különböző szintjén tevékenykedő pedagógusok számolnak be arról, hogy hogyan valósították meg a munkájukban a pontrendszert, hogyan alakították át, szabták a saját tanítási gyakorlatukhoz. Jelenleg, tehát tavaly, ahogy mondtam, kettő tanulócsoportban indultam el ezzel a módszerrel, majd pedig szeptembertől egy harmadikat is hozzávetem, tehát jelenleg három tanulócsoportban működtetek a pontrendszer. Az első fél év tapasztalatairól júniusban már tartottam egy webináriumot, tehát ott beszéltem részletesen arról, hogy milyen visszajelzéseket kaptam a tanulóktól, mik voltak az első három hónap tapasztalatai. Ennek a webináriumnak a linkjét láthatjátok a diának az alján. Pár mondatot arról, hogy mi is volt a célom
ezzel a szemléletváltással. Szerettem volna motiváltabb diákokat, de talán a legfontosabb az az volt, hogy csökkentsem azt a stresszt, ami rájuk hárul, illetve hogy tudatosítsam bennük, hogy ők a felelősek a tanulási folyamataikért. Hát ő a felelős azért, hogy tanul, mit csinál órán, illetve még a többi felsorolt dolog, amit láttok a céloknál megjelölve. Egy pár mondatban arról, hogy hogyan is dolgoztunk, illetve hogyan működhet jól egy pontrendszer, egy más értékelő rendszer. Kell hozzá mindenképpen egy valamiféle virtuális osztályterem. Ez sokféle lehet. Az én csoportjaimban Google Drive vált be azért, mert azt már a tanulók is és én is ismertem korábbról, valamint egyszerűen tudtunk dokumentumokat tárolni, menteni, megosztani. Nálam minden tanulócsoportnak van egy külön e-mail címe, tehát minden osztálynak gyakorlatilag, amit már korábban is használtunk. Induláskor egy részletes tájékoztatót adtam a gyerekeknek, tehát részletes leírást, illetve a pontrendszer bevezetéséhez szükség volt egy táblázatra is, valamint szintek tervezésére, szintleírásra, ezeket fogom is rögtön mutatni. Rendszeresen visszajelzéseket kérek a tanulóktól, illetve a induláskor célkitűzéseket kellett megfogalmazni, illetve ezt időről időre felül szoktuk vizsgálni. Kilépnék a prezentációból, és mutatnék akkor egy-egy példát egy táblázatra, illetve egy szintleírásra. Tehát hogyan is néz ki egy ilyen szint a gyakorlatban? Amit most láttuk, ez egy most februárban lezárult szint. Ez egy ötödik szint volt, tehát ebben a tanévben ez volt az ötödik, amit megcsináltunk. Egy bizonyos tankönyvnek a második leckéjét fejeztük be, és a téma tulajdonképpen otthon, lakóközösségek, üzenetek írása, illetve valamelyes még a előbb látható Hundertwasser színes ház volt. Ez az, amit láttok, ez a dokumentum, ezt minden szint elején összeállítom. Tulajdonképpen sokat változtatni nem kell rajta, inkább mindig aktualizálni kell a különböző időpontokat és témákat. Ahogy itt látjátok, általában a szint elején tehát mindenképpen meg kell határozni, hogy meddig tart a szint, és legtöbbször ki is tudom tűzni azt, hogy mikor lesz ebből témazáró dolgozat. Nagyon fontos, amit alapján láttok, a pontok érdemjegyre váltása az egyes szintek végén, tehát nagyjából egy szint 3-4 hétig tart, az alatt végzünk egy tankönyvleckével, és ahogy látjátok, a tanulóknak legalább 9 pontot kell összegyűjteniük a ketteshez, 10 pontot a hármashoz, és ahogy látjátok, 11 ponttól már 4-es, 16 pont fölött pedig 5-ös. Ugye a pontrendszer miért így van összeállítva, az ugye könnyen kikövetkeztethető. Ha már valaki a 2-est eléri, akkor már tényleg egy karnyújtásra van a 3-as, de akár a 4-es is. Tehát ez is arra motiválhatja a diákot, hogy egy picit tegyen még, és már is jobb lesz a jegye. A pontokat egyébként szintén az előbb idézett könyvből vettem át, és bevezetés óta ugyanezek a ponthatárok vannak, és nem is változtattam rajta. Érdekes kérdés lehet, hogy mi van ugye azokkal a pontokkal, hogyha valaki többet szerez, ugye ez nagyon gyakran előfordul, 16 pont fölött mesterpontok, hát mi nálunk németül ezt a meisterpontok, hívjuk, és azt külön gyűjtjük, amint összegyűlik még plusz 16, akkor még egy ötöst beírok a tanulónak. Így viszont, ahogy ez kiszámítható, tehát 3-4 hetente kapnak egy mondjuk így gyűjtő jegyet, ami mindent összefoglal. Hogy néz ki konkrétan a munka és a tevékenységet? Tehát amint egy-egy új leckét kezdünk, előtte átnézem elég alaposan, mit szeretnék abból a leckéből. Biztos, hogy mindegyik leckék végén dolgozatot írunk. Szódolgozatok mindig vannak két alkalommal, illetve aktuálisan az adott leckéből bizonyos dolgok kijöhetnek, és
Például láthattok, hogy milyen fakultatív prezentációkat lehet választani. Vagy például az is látható itt, és a tanuló is látja már rögtön a szint elején, hogy az anyag végén témazáró dolgozat lesz, amelynek éppensége ez alkalommal a fele szóban fog megtörténni, tehát mindenkinek szóban felelnie kell ugye a család témából, amikor ezt vettük. Tehát nem látja az elején, hogy mire számíthat. Néhány ötletet adtam itt nekik, hogy miből lehet prezentációt csinálni, de természetesen másból is, illetve a témához kapcsolódhat az, hogy egy fogalmazás vagy egy feleletet bonyolít le szobájából. Meglehetősen sok feladat, tehát a tankönyvünk olyan, hogy meglehetősen sok munkafizeti gyakorló feladat tartozik hozzá, tehát ahogy látható, közel 30, és akkor ezeket is át szoktam nézni, hogy mire hány pontot adnék, hogyan tudom ezt értékelni, mi az, ami beadható, és 20 pontjához, tehát hosszabb kifejtős feladatok. Aktív órai munkáért időről időre adok pontot, illetve mindig vannak különböző aktualitások, akár egy nyelvi verseny, ahol esetleg részt lehet venni, és lehet jelentkezni. Tehát ez a felső A része a táblázatnak, ez egy hónapról hónapra változó, frissített dolog, ami mindig alkalmazkodik az adott tananyaghoz, témához, és hát bővül. Az alsó része, a B rész, az igazából majdnem mindig inkább változatlan, néha-néha újabb dolgok jönnek hozzá, tehát egy általános kínálat, amit a tanuló igazából mindig használhat, hogyha pontokat szeretne szerezni. Tehát itt akár arra gondolok, nyelvből, idegen nyelvből új szavak vannak, példamondatokat lehet írni. Erre is volt már példa, hogy tanulók választották. Gondolatértéket még maguk nem csináltak. Aktuális hírek feldolgozására is volt példa. Nagyon-nagyon népszerű a lyrics training, a dal training, németül, angolul és más nyelveken is elérhető dalokat lehet meghallgatni, kiválasztani, és beírni a hiányzó szavakat nagyon jó hallásértés gyakorlására. Ez bővít, tehát ez tulajdonképpen ő úgy tudja a tanuló nekem igazolni, hogy megcsinálta. A tanulóknak mappáik vannak a Drive-on, és képernyőfotóval tudja ezt dokumentálni, illetve új kifejezések kiírásával. Mindenféle szóbeli, írásbeli házi feladatot be lehet adni, szoktak ezzel érni a gyerekek, rövidek, hosszabb előkísérőadások, házi feladatok, ugye a posztol minőségtől függően lehet erre pontot adni. A tankönyvhöz, ahogy elég sok tankönyvhöz, online feladatok kapcsolódnak minden egyes leckéhez, és itt is önellenőrzéskor, hogyha képernyőfotót csinál a tanuló, azzal tudja igazolni, hogy elvégezte, hogy ezt feltöltő a mappájába. És még aztán néhány egyéb ötlet, hogy honnan tud még hosszabb témákat megnézni, tehát igényesebbeknek, vagy aki esetleg előrébb van már a tanulmányában. Nagyon népszerű például a ételrecept fordítás, bizonyos osztályokban szívesen fordítanak idegen nyelvről magyarra recepteket. Volt, hogy keresztrejtvényt szerkesztettek, vagy más online játékokat készítettek, de alapvetően a táblázatnak az utolsó rovata, hogy bármit csinálhat, csak egyeztessünk, szóljon, hogy mit szeretne. Ez tehát a havi ajánlat, tehát ezt szintleírásnak hívom. Tanulók megnézik, látják, és akkor ez alapján meg tudja határozni, hogy mit szeretne elérni, illetve mit tud még csinálni, mit tud megcsinálni egy jobb jegyében. Mi az, amit eddig csináltam, illetve az előző tanévben csináltam, hogyan tartottam nyilván ezeket a pontokat, hogyan értékeltem. Hát a tavalyi értékelő táblázatom az egyik osztályban így nézett ki, és ezt már látjátok. Tehát gyakorlatilag a Drive-on csináltam egy Excel táblát, és akkor szintről szintre mindig hozzátettem egy-egy szint. A leghátulján van ugye az első szint, az egyes tanulóknál beírtam, sorban megyünk, az első szint, a jegy, amit aztán a végén kapott, a szintben milyen pontokat kapott, mire kapta azokat a pontokat, illetve bizonyos megjegyzéseket még, amit gondoltam. Hát, hogy ránézésre azt látható, hát bizony ez egy elég száraz, unalmas táblázat, volt vele munka, mire mindent beírtam. Próbáltam itt-ott is motiváló jeleket beletenni, hogy kicsit színesebb legyen ezek, mint az első színben láthatók. Aztán utóbb úgy történt, hogy a gyerekeknek tetszett, de aztán valahogy elmaradtak ezek a színkék, és aztán, ha jött egy újabb
LinkedIn, akkor újabb és újabb oszlopokat adtam hozzá. Tehát ez volt tulajdonképpen a kezdet, és itt ugye a tanulók neve látható. Na most az volna a kérdésem, és akkor egy kicsit visszalépünk. Képernyőre, hogy igen, melyik táblázat, még szerintem ennél jobbat is fogtok látni, mármint hogy az értékelő táblázatra gondolsz, az Excel táblára. Vita. Nem, az A és a B táblázatot. Igen, meg tudom osztani, megoldjuk, végére kitalálom. Egy kérdésem lenne felétek, mégpedig most láttátok, hogy, hogyan dolgozom ezzel az egyszerű, tehát ezzel a szintleírással, és hogyan dolgoztam egy táblázattal. Az a kérdésem, és látjátok is ezt a kérdést, használtok-e valamilyen pontrendszert értékelésre? Hát akár valami hasonlót, vagy akár teljesen mást, illetve tervezitek-e hasonló bevezetését? Azt látom, hogy elég sokan, tehát a jelenlegi beérkezett szavazatok alapján 13-an már használnak valamilyen, 14-en használnak már valamilyen pontrendszert, illetve 19-en még gondolkodnak rajta. És mindössze 3-an írják azt, hogy nem. Azt szeretném kérdezni azoktól, akik használnak, hogy esetleg... Jó. Akik használnak pontrendszert, ők, hát nyilván valahogy ők is nyilvántartják a pontokat, ha esetleg a chatbe be tudnak írni azt, hogy hogyan tartják nyilván, tehát Excel táblát használnak, vagy valami mást használnak a pontoknak a vezetésére. Excel táblát, be the best, igen, ugye erről szeretnék én is beszélni. Excel tábla, Moodle, ezt látom, Google Drive, Excel, igen. Igen. Google Classroom. Igen, Classroom, Excel táblát használtok. Google Classroom. Jó, köszönöm szépen. Tehát ahogy láttam, közületek azért talán többségében voltak az Excel-ek, és én is ezzel indultam el, és egészen addig használtam idén őszig, be the best, igen, idén őszig, amíg egy győri továbbképzésen Fölöskei Zsuzsa nem mutatta meg először ezt a be the best lehetőséget, illetve aztán nem sokkal ezután a digitális pedagógus konferencián maga a kifejlesztő Székely Dániel mutatta be egy workshopon, hogy hogyan működik, illetve próbáltuk ki. És onnantól fogva, amint egy új szintet kezdtem, azonnal átálltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg mennyire egyszerű ez az oldal, amit mindjárt megmutatok. Maga az átállás nem tartott tovább talán egy 15 perc, amíg fölvittem a csoportjaimat, és tulajdonképpen elindítottam az új szintet. Tehát egy rendkívül egyszerű rendszerről van szó. És akkor a továbbiakban szeretném is ezt mutatni. Hogyan működik ez? Mi is ez az oldal? Megint csak a képernyőmet látjátok. A Be the Best oldalt, tehát a bethebest.org cím alatt éritek el, és azt kell mondjam, hogy a készítői, kifejlesztői, Székely Dániel vezetésével profi munkát végeztek. Gyakorlatilag minden segítséget megkapunk ahhoz, hogy elinduljunk majd. Milyen nevekre gondol egy pillanat, Viktória, milyen nevekre gondolsz?
Péke Dániel. Aha. Igen, jó. Tehát valójában a weboldalon segítség nélkül is nagyon-nagyon könnyen el lehet navigálni és rájönni arra, hogy hogyan működik, hiszen nagyon, tehát több videót is beépítettek. Rögtön itt a középen egy most motiváló bemutató videót találtak, ami nagyjából 2 perc. De még mielőtt bejelentkeznétek vagy regisztrálnátok, a segítség címszó alatt az első lépéseknél 5 rövid kis videó, egyik sem hosszabb, 2, maximum 3 percnél, ahol lépésről lépésről Dániel elmagyarázza és bemutatja, hogy hogyan működik az oldal. A továbbiakban lejjebb találtok még olyan kérdéseket, amiket fel szoktak tenni tanárok, ezeket is érdemes áttanulmányozni. Nagyon sok mindenre választ kaphatunk, nem csak az oldallal kapcsolatban, hanem magával, a pontrendszerrel kapcsolatban is. Hogyha és itt alatta is találunk még egy pár tanári véleményt, illetve egy rövid áttekintést az oldalról. Rövid regisztrációval indul az oldal, és hogyha bejelentkezünk, akkor a következő lesz látható. Köszönöm, talán akkor látom itt a kérdéseket a másik gépemen. Az a győri továbbképzés az egy fokos továbbképzés volt, Fölöske és Zsuzsanna tartott, tehát jó, itt ő szintén, és gamifikációval foglalkozott, és több oldalt mutatott be, ami kapcsolódik a témához. Hogy általános iskolások is elég érettek lehetnek-e ehhez, én azt gondolom, hogy felső tagozatban mindenképpen, illetve magához a Be the Best oldal vezetését úgyis a tanár végzi, illetve magának a pontrendszernek az alkalmazására nagyon jó példákat találunk Prievara Tibor könyvében arra, hogy más pedagógusoknál, az említett függelékben, hogyan alkalmazták ezt alsó tagozatban, felső tagozatban, tehát egyértelműen az a válaszom, hogy igen. Visszatérve az oldalhoz, azt látjátok, hogy hogy néz ki tulajdonképpen nálam a nyitó oldal. Egy egyszerű kis profil van, ahova akár egy képet is tehetnék fel, illetve ahogy látjátok, 3 csoportom van jelenleg, 3 osztályom van. Nézzük bele egy kicsit abba, hogy mit lát ebből a diák, és utána pedig megmutatnám, hogy hogyan is lehet ezt létrehozni. Azt látod, hogy ebben az osztályban, tehát ebben a pontrendszerben 3 szintet csináltunk meg eddig, és a tanuló tulajdonképpen a rangsort látja, ez van megosztva vele. Tehát amikor egy kicsit, hogyha visszaugrunk ehhez a képhez, ahol a szintleírást látjátok, itt láttátok középen vastagon pirossal kiemelve ezt az oldalt, tehát tulajdonképpen a Be the Best-nek a rangsor linkje van velük megosztva. És ott tudja követni, ellenőrizni, hogy hol tart. Mi az, ami látható? Az látható, hogy ezen a szinten, tehát a 3. szint, ami tulajdonképpen lezárult, éppen dolgozott, ott írtak belőle 2-en éppen még nem, milyen eredményeket értek el, hol állnak. Tehát ez az, amit a tanuló láthat. Láthatja azt, ugye, hogy ha rávisszük az egeret az egyes nevekre, tehát láthatja azt, hogy milyen feladatokat oldott meg a szint során, mire mennyi pontot kapott. Ők azért ezt tudják, hogy mi mit jelent, tehát továbbhozott az előző szintről mesterpontokat, szódolgozatot írt, de csak az egyiket, munkafüzetben dolgozott, arra kapott feladatokat, egyéb írásbeli anyagokat adott be, fogalmazást készített, témazárót csinált. A többi tanulónál is ugyanezt láthatjuk, hogy ki mit végzett el. Érdekesség például, tehát itt 16 pontra van beállítva a rendszer, tehát 16 ponttól fölfelé 5-ös, hogy vannak tanulók, akik 41 pontnál járnak, nyelvi versenyeken vettek részt, illetve hát nagyon nagy különbségek vannak. Ugye mi történik? Hát, hogyha valaki dupláz, tehát 16, újabb 16 pontot elér, akkor még egy ötös szerez, tehát ez történik itt a, névsor elején igazából jelenleg.
Láthatjátok, hogy bizonyos embereknél is színes címkék vannak, amelyek kell, kis jelvényeket adhatunk a tanulóknak, megdicsérhetjük őket. Én azt gondolom, hogy végigmegyek az oldalon, és akkor utána visszatérek a kérdéseitekre, amelyek a chatben szerepelnek. Tehát ezt látja a tanuló, és azt is látja, hogy mit csinált a másik, és esetleg ez is motiválhatja őt arra, hogy ő is elvégezzen még valami plusz, vagy hasonló feladatot. Ha a többi szintet megnézitek, akkor tehát megnézheti az előző szintet is, tehát megnézheti, hogy ott hogy szerepeltek a többiek, és ti pedig azt láthatjátok, hogy a különböző minták vannak, különböző sablonok, tehát az előbb az egy olyan tanáros volt, ez pedig ilyen dzsungeles, szafaris mintával járt, a legelső szinten pedig egy hegymászós témába merült bele, tehát olyan mintát kaptak. Nagyon kis vidám minták, alakzatok vannak, és ugye már az is érdekes lehet, hogy a följebb kerül, akkor ott vajon milyen rajz kerül hozzá. Amit még láthatok, még a kijelzőn is látszik, hogy kis piros haladási előmenetelt jelez ez a piros csík, tehát hogy mennyi hiányzott még az adott szint teljesítéséig. Igen, én nálam a pontok nullázódnak, nyilván, és a mester, tehát a 16 fölötti pontokat viszik tovább a tanulók az új szintre, ha van nekik ilyen. Tehát ez az, amit a tanuló lát. Ez van vele megosztva, és azt mondhatom el, hogy hát több haszna van ennek, de ha összevetjük a táblázattal, hogy milyen volt a táblázat, hát én azt gondolom, hogy a táblázat nem volt annyira esztétikus, és nekem a táblázat vezetése, hát nekem sokszor körülményes volt, nekem kellett elgondolni, hogyan csinálok rubrikákat, mit csinálok, illetve megszerkeszteni, és ez sokkal inkább áttekinthetőnek gondolom. Jó tapasztalat volt az is, hogy egy tanári fogadóórán, tehát szaktanári fogadóórán, ha jön egy szülő, neki pontosan hónapokra visszamenőleg meg tudom mutatni, meg tudom mondani, hogy az ő gyermeke mit csinált, milyen feladatokat adott be, felelt, mit készített el, vagy adott esetben arról is tudok beszélni, hogy lett volna rá lehetősége, hogy több pontot szerezzen, hogy jobb egyet szerezzen, de esetleg nem élt ezzel a lehetőséggel. Hát ezt az előnyét is mindenképpen tudom mondani, hogy nagyon-nagyon könnyen, egyszerűen tudom ezt a szülőnek is mutatni. Szeretném akkor a következő lépésben megmutatni, és egy kicsit jobban, alaposabban, hogy hogyan is hozok létre osztályokat, és akkor ezt tudjátok követni. Egyébként mindaz, amit elmondok, tehát ahogy már mondtam, Székely Dániel és csapata nagyon alaposan megcsinálta az oldalt, tehát ha valami nem is volna világos a technikai részletekben, a kis videókat újra nézve azt gondolom, hogy könnyen tudtok majd boldogulni. Ha egy új osztályt akarok létrehozni, vagy egy új csoportot, egyszerűen az új osztályra kattintok és adok neki egy nevet, legyen ez most a próba név. Ezek után belépek ebbe a csoportba, és első lépésként a szintet kell hozzáadnom. A szintnek adjunk egy nevet, legyen ez mondjuk február, a kezdete az lehet a mai nap, és lehet a vége mondjuk egy március eleje, március 3. Tehát így be tudom állítani a kezdetet és a végét. Beállíthatom a ponthatárokat. Nálam ugye a 2-es 9-től, a 3-as 10-től, a 4-es 11-től, az 5-ös pedig 16 ponttól kezdődik, és én úgy állítottam be, hogy valójában 17 ponttól, illetve igazából 16 fölött már, ugye mesterpontokat kap a tanuló, és ezért állítottam be maximumnak a 17-es, de ezzel lehet játszani, hogy ez kinek hogyan jön ki, illetve ki hogyan alkalmazza. Mindig izgalmas dolog a téma kiválasztása, hogy mondjuk az adott témakörhöz milyen rajzok illenek leginkább.
aranyosak mind. Szeretem a tanárosat, a beadásat, gyors éttermeset, tehát lehet válogatni. Most jelenleg 6 féle van, legyen most ez a gyors éttermes változat. Mentsük el, és ezzel tulajdonképpen a szintet létrehoztuk. Ha hozzá akarjuk adni a tanulókat, akkor a szintre kattintva, tehát ugye február volt az első, elkezdjük hozzáadni a tanulókat. Mégpedig alul a táblázat szerkesztésével. Természetesen a tanulókat elég elegendő egyszer hozzáadni, tehát nem kell minden alkalommal újraírni a névsort. Adjunk hozzá néhány tanulót, legyen mondjuk Nagy Éva, adjunk hozzá egy kis Ernőt, adjunk hozzá egy Bélát, és legyen még mondjuk egy Horváth Ede. Még egy utolsó, hogy még több emberként legyen egy Kovács, és akkor legyen még egy kislány, egy Kovács. Itt is menthetünk, de akár elkezdhetjük rögtön fölvinni a tevékenységeket is. A tevékenységek fölvételekor újra a táblázat szerkesztésére kattintunk. Ez a gyakorlatban egyébként úgy működik, hogyha lezajlik egy dolgozat, vagy kiavítok valamit, vagy lezajlik egy felelet, akkor igazából aznap egy pár perc alatt beírom azokat a tevékenységeket, amik aznap történtek, és a pontokat is hozzáadom. A tevékenységek, tehát ez nem tart tovább tényleg 5 perc, mint egy nap. A tevékenységeknél meghatározhatom, hogy hozzáadás mindenkinek, tehát mondjuk egy témazáró dolgozatnál kiválasztom azt, hogy hozzáadok mindenkinek, és beírogatom a pontokat. Ennek a rendszernek az egyik nagy előnye számomra, hogy magától számol. Én nem vagyok annyira gyakorolt Excel felhasználó, lehet, hogy tudtam volna olyan táblázatot csinálni magától számot. Itt viszont nyugodt szívvel tudok töredékpontokat is adni, mert szépen a rendszer összeadja, és nem nekem kell számon tartani. Tehát ahogy esetleg emlékeztek rá, a témazáró dolgozatot 10 pontot lehet elérni, témazáró dolgozatot 10 pontot lehet nálam elérni. Ez azt jelenti, hogy százalékosan, tehát ha van valakinek mondjuk egy 76%-os dolgozata, akkor 7,6 pontot kap rá. Tehát ilyen formán most már tudok százalékokat is, illetve a töredékpontokat is hozzáadni. Írjunk be akkor néhány dolgozatot. És azt gondolom, hogy talán igazságosabb lett, mert a korábbi rendszerben nem bajlódtam ezekkel a töredékekkel. Egyéni tevékenységeket is tudok hozzáadni, ugye közben lehet menteni, vagy akár a végére hagyni. Egyéni tevékenységeket is szoktam hozzáadni, mondjuk a több dolgozat, első a szavakból, esetleg a 20-ból csak 5,5 pontot ért el, az egy 5 pontnak számít az én rendszeremben, illetve további tevékenységeket tudok hozzáadni, a többieknek lehet egy felelet, ami esetleg jól sikerült és kapott rá 4 pontot, lehet, hogy ugyanő megcsinált munkafüzetben még különböző munkafüzet feladatokat végig megcsinálta az összeset és kapott rá esetleg 5 pontot, vagy lehet, hogy még többet, esetleg Ede is megcsinálta mindezt. Ő is megkapta rá a pontot. Többieknek is adhatunk hozzá még tevékenységeket. Lehet, hogy itt hallottunk egy prezentációt, ami nagyon jól sikerült, illetve akár még egyéb más feladatokat is hozzáadhatunk, szintén dolgozott. Illetve hát a többieknél is írjunk be valamit, hogy lássunk egy kis előrehaladást, mi legyen. Lehet, hogy online feladatokat csinált. Ahogy látjátok, tehát a korábban beírt dolgok, tehát eltároltak épp, nyilván feljönnek, és ez még inkább megkönnyíti a munkámat.
Tehát lehet, hogy online feladatokat is csinálunk. Egyéb dolgokat is hozzáadhatunk. Lehet, hogy itt is volt egy felelet, ami mondjuk szintén jó lett. Jó, néhány tanulót fölvittem, és akkor egy mentést csinálunk. Azért, hogyha elég sok mindent viszünk fel egyszerre, a mentés egy kicsit lassabb. Tehát eltart egy darabig, amíg betölt, de most úgy tűnik, hogy elég gyorsan ment. A táblázatot bármikor szerkeztetem, tehát tudok benne javítani, átírni, ahogy látjátok, szépen összeadja a pontokat, és tudok változtatni, hozzáadni rajta, hozzáadhatok jelvényeket is, hogyha valaki valamit jól nem csinál, hogy szeretném megdicsérni, és akkor itt igazából az lesz az érdekes, hogy mit lát ebből a tanuló. A tanuló a következőt fogja látni, de hogyha a rangsorra kattintok, akkor ez látható a tanulónak, miszerint Béla elindult, de igazából nem ért el azt a szintet, ahol értékelhető az teljesítmény, magyarán még nincs kettes, de látható, hogy hárman is már a négyes kategóriában vannak, és szépen haladnak előre, illetve MSM már teljesítette a szintet, sőt, valójában már tovább vihető mesterpontokat is szerzett. Ez az, amit tanulóként láthatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon áttekinthető pontrendszert készítettek nekünk a szerkesztők, nagyon jól kezelhető. Fontosnak tartom azt, hogy a többiek is látják, hogy mit ér el a tanuló, illetve mit érnek el a csoporton belül, és ez is lehet motiváló erejű, hogy akkor ő is megcsinálja azt a feladatot. Talán annyi, hogy arra nem alkalmas a rendszer, hogy a szülők felé mondjuk körbe küldjük, hiszen nem küldhetjük körbe a többi tanulónak az eredményét, de egy fogadó órán egy az egyben a szülőnek el lehet mondani, hogy az ő gyermeke milyen teljesítményt ír el. Tehát ahogy mondtam, ez egy szakmai fogadó órán nagyon jól tud működni. Összességében én nagyon elégedett vagyok ezzel a rendszerrel, örülök, hogy átálltam rá, és nagyon jól tudom használni. No, akkor lássuk a kérdéseket, akkor egy kicsit belenéznék ebbe. Láthatják-e a részpontokat? Mármint, hogy a tanulók? Úgy érted, hogy igen. Egy pillanatra, hogyha megint visszaveszem, akkor mutatom, hogy mi az, ami. Tehát, hogyha a tanuló, tehát ő ezt látja, a rangsort látja, tehát ez a link van vele megosztva. És hogyha ráviszi ugyanúgy az egerét a nevére, akkor látja, hogy mire kapott pontokat. Azt is láthatja, hogy csoporton belül, az osztályán belül, hogy a többiek mire kaptak pontokat. Tehát ennyit ő is lát előle. Oké, jól van. No, azt kérdezték, hogy egy kicsit visszamegyek a kérdésekkel. A rangsorra hogy azt a feladatot csinálja csak, amit szeretne. Tehát haszonhatja a dolgozatot, például kérdezte Angelika Harvi. Elvileg igen, tehát itt most akkor a kérdés magára a rendszerre vonatkozik. Ebben igen, de nem szokták haszolni, hiszen nem veszíthetnek vele semmit. Inkább ott van jelentősége, hogy sok a hiányzás. És akkor, hogyha visszatér, akkor hát eldöntheti, hogy megírja vagy nem, és nagyon sokszor előfordul, hogy külön kérik, hogy szeretné, és még szeretné a dolgozatot is megírni. Tehát esetleg, mire visszajön a hiányzásból témazáró lesz, de még akkor a témazáró előtt kikéri a dolgozatot is, hogy azt is szeretné megcsinálni. Sokkal inkább előfordul ez, hiszen legrosszabb esetben mi történik a dolgozatnál, nem 2 pontot vagy 5 pontot kap, hanem mondjuk csak kap egy felet, vagy egyet, de megpróbálkozni érdemes vele, és ezt a tanulók is tudják.
Havi szinten nulláznak a pontok, igen, ezt közben megválaszoltam, csak a mesterpontokat viszi tovább. Tehát igen, tehát én nálam a rendszer úgy van, de igazából ezt mindenki saját maga állítja be, hogy tehát igazából a rendszer te magad változtatott szabott személyre. Tehát nálam a 16 fölötti pontokat viszik tovább a gyerekek. Lehet-e itt a rendszerben a formatív értékelést támogatni oly módon? Szempontok. Nem láttam a kérdés végét, nem arra, hogy támogatni oly módon. Szempontok szerint visszajelzést kapnak a pontokon kívül. Hát szó van erre, van lehetőség, de igazából hosszabb megjegyzéseket én nem írtam bele. Azok a kis jelvények, amik adhatók, tehát itt lehet ilyen módon is. Tehát a kis jelvények, amiket hozzárendelek a pontokon kívül, illetve amikor esetleg megfogalmazok egy feladatot, nem csak annyit írhatok be, hosszabban is írhatok, hogy fogalmazás vagy dolgozat, tehát igazából elég hosszú leírást vagy a rendszer, azt tapasztaltam. De azt gondolom, hogy valójában ezt inkább lehet, hogy másképp, ha ennél részletesebbet szeretnék, akkor valami más módon kellett megoldanom a pillának. Hogy működik a gyakorlatban? Megmondod óra elején, hogy ma fog dolgozat, és eldöntetik, hogy megírják-e, vagy azt mondod, hogy ma kísérleteseket adhatnak elő órán? Kérdezi Anita. Előző órán, tehát a tanulók nagyjából sejtik, azért már ismerik a könyvet, hogy mikor fog adódni egy dolgozat, tehát tudják, hogy havonta kettő lesz, és mindig, tehát soha nem történik olyan, hogy bejelentés nélkül, a múltban sem történt olyan, hogy bejelentés nélkül dolgozatokat írtak, vagy akár szódolgozatot sem, és akkor tudják, hogy akkor következő alkalommal írunk abból a részből, vagy akár azt is előfordul, hogy megbeszélhetjük, hogy jó, nem jó nekik az a nap, mert akkor sok minden van, itt már írnának az utáni órán, illetve azt mondod, hogy kisadások. Ez érdekes, igen, próbálom úgy szervezni az órán, hogy mindig legyen arra lehetőség, hogyha valaki hoz szóban előadandó dolgot, és meg tudtam kérdezni, hogy van-e valakinek valami szóbelie. És ugye ezt úgy tudom levezényelni, hogyha mondjuk a kiselőadásoknál más a helyzet, mert a kiselőadások többiekre is vonatkozik, de azért az nem szokott olyan sok lenni, de mondjuk felelet azért szokott lenni. Tehát amíg a többiek például munkaközöki feladatokat ellenőriznek kulcs segítségével, tehát kapnak hozzá javító kulcsot, addig van idő arra, hogy mondjuk egy-egy szóbeli feladatot meghallgassak. Itt feladatok értékeléséhez is hasznos lehet. Verseny van nálatok a gyerekek között. Igen, erre ki kellett volna térnem, hogy maga a pontrendszer, azt látom, hogy nagyon-nagyon jól összekapcsolható projektekkel. Tehát nagyon harmonikusan lehet pontrendszert használni projektekben, projektfeladatok, projekttevékenységek értékeléséhez. Nyilván egy értékelő, előzetes értékelő dokumentummal. Így talán akkor egy kicsit Attilához visszakapcsolva, amit Attila kérdezett, tehát a Google Drive mappában meg tudom azt csinálni, hogy akár előzetesen megadom mondjuk a prezentáció értékelési szempontjait, hogy mi legyen benne, vagy akár egy ellenőrző listát, és az alapján tudnak készülni a tanulók. Rendszeres házi feladatokat nem kapnak a gyerekek. Hogy mondjam? Hát hangsúlyozom náluk többször, hogy ez egy eléggé elvárt feladat. Tehát azért ők is tudják, hogy ahhoz, hogy akár előbbre tudjanak lépni, hogy egy témazáró kijöjjön, egy felelet kijöjjön, bizonyos dolgokat el kell végezni. Ugye régebben, a régebbi rendszerben munkafüzetben dolgoztak viszonylag sokat, tehát ahogy mondtam, nagyon sok munkafüzet feladat kapcsolódik a tankönyvükhöz, és hát tulajdonképpen a célom az is volt, hogy azért ezek nem maradjanak ki. Nem maradnak ki, megcsinálják, mert tudják, hogy arra is pontokat kaphatnak. Ezt látják ugye előzetesen, hogy mire mennyit, és melyik feladatcsoportra mennyit. Tehát mondjuk általában 4-5 egyszerű feladatra, ami mondjuk egy 10 perc alatt végezőre, vagy 15,
kap egy pontot, és meg szokták csinálni, csak az a stressz nincsen rajtuk, hogy ezt neki a következő órára feltétlenül muszáj megcsinálni. Rendszerint azért van egy határidő, tehát azért szeretem, hogyha az összefoglaló órán már nem azzal foglalkozunk, hogy munkatüzetet ellenőrzünk, hanem ez inkább ez szokott lenne egy határidő, ameddig végezni kell, és utána már nem pont ez a tele szoktam minden táblázatban. Szükség van-e órán internet elérés és telefonra, tabletre? Nem. Nem, mert tehát a pontokat azt igazából otthon szoktam jóvá írni, illetve ha van idő, akkor esetleg órán beírom. A tanulók, hát csak akkor igazából használunk mobil internetet órán, amikor tényleg ez indokolt, tehát ez szükséges az órához, hogy éppen olyan anyagot veszünk, olyan tevékenységeket folytatunk. De magához, ahhoz, hogy egy rendszert alkalmazok, nincs szükség internetre. Azokon az órákon igen, amikor szeretnék interneten keresztül valamit megcsinálni, megmutatni. Munkafizeti feladatokat otthon készíthetik el, vagy órán. Is. Tehát van, amikor tudnak órán is dolgozni, én azt gondolom, hogy ez talán a ritkább, hanem mivel az régebben is házi feladat volt, és azért hát őszintén haladni kell, tehát hogy órán, otthon is egy kicsit gyakoroljon, tehát inkább az az elvárt, hogy otthon dolgozom vele, de akadhatnak olyan lehetőségek, amikor önálló munkával dolgozhatnak. Ami szinten csak egy-egyet kapnak a pontokra. Igen. Vagy kérdés. Hatósági feladatok. Akár akkor havi szinten csak egy-egyet kapnak a pontokra, vagy ezen kívül kiemelt feladat, amit értékelsz. Többet lehetett mondom, értékelőt, nem tudja pontrendszerkel. De igen, a szóbeli, nézem inkább a másik. Igen, tehát minden a pontrendszerbe megy bele. És a pontrendszerben vannak feladatok, amiket én esetleg pontosabbnak tartok, azt egyszerűen a pontozással súlyozom, tehát esetleg több pontot rendelek hozzá. Pontosnak tartom, hogy vállalják fel, hogy esetleg versenyen indulnak, és azt bizony eléggé felpontozom. Azon felül ugye az elmúlt hónapok, vagy az első fél év tapasztalatából a szóbelit inkább felülpontozom, mint az írásbeli, hiszen a szóbeli teljesítményén valamit meg is kell tanulni. Tehát könyv nélkül, vagy hát segítség nélkül lebonyolítani, előadni. De a szóbeli feladat mondjuk általában egy 5 pontot ér, ezt viszonylag könnyen át tudja a gyerek is, én is váltani hagyományos rendszerbe, illetve az otthonról hozott dolgok azok mondjuk 1-2, esetleg 3 pontot érnek, tehát a fogalmazás általában ennél többet 1-2 pontnál. Igen. Akkor nézem a másikat. Volt. Szóval itt vele lesz. Volt. Mi a helyzet a csoportmunkánál? Ugyanazokat a pontokat kapják figyelembe vehető-e? Ki mennyire vehető a csoportmunkában? Hát attól függ, ugye, hogy milyen súlyú az a csoportmunka. Én azt gondolom, hogy ezt a tanár előre eldönteti, tehát van úgy, hogy eldöntöm, általában kaphatnak egy pontokat, illetve úgy beszabályozni az elején a dolgokat a feltételeknél, hogy ez egyértelműen kiderüljön. Tehát akár, hogyha közösen kell előadni, akkor mindenkinek meg kell szólalnia, illetve ez azért azt gondolom, hogy elég jól mérhető. Azt gondolom, itt az a lényeg, hogy az elején határozzuk meg, hogy milyen követelményeket állítunk fel, és mire hány pontot adunk. Előfordult, hogy munkavezető feladat egymásról másolják, és mégis pontot kap érte. Hát én azt gondolom, hogy ez se a hagyományos, se ebben a rendszerben nem védhető ki. Küzdök ellene. Lemásolja, máshol is előfordul sajnos. Úgyis vissza fog jutni előbb-utóbb a témazárójában, nem fogja érteni a dolgot. Tehát ezt próbálom időről időre megértetni velük, illetve ez az egyik oka annak a különböző másolások, vagy inkább középiskolásoknál esetleg valaki mással próbálja megcsináltatni, hogy az otthonról hozott írásbelik azért mindaddig, amíg ő nem tanulja meg, nem adja elő, az egy-két pontnál többet nem fog tudni jelenteni.
Én írom be az órának pontokat a füzetedbe, vagy átvezeted ebbe a rendszerbe. Hát tulajdonképpen órán a jegyzeteimbe gyorsan felfüggantom, rendszerint ez van, vagy a dolgozatokat úgyis itt javítom, és akkor pedig rögtön beírom ide. Hogyan fogadta a tantestet vezetőség munkaközösséget a bevezetést? Én azt gondolom, hogy jó indulattal. Jó indulatúan fogadták, tehát tulajdonképpen nem mutattak semmiféle ellenvetést is, és azt gondolom, hogy jó indulatú érdeklődéssel fogadják. Látják, hogy akivel szoktam erről beszélgetni, látja, hogy több munka, valamelyest plusz munka, és hát tulajdonképpen tisztelettel és jó indulattal szemlélés, néha beszélgetünk róla. A munkára nem kérdeztetek rá, még erről talán egy mondatot, hogy azt gondolom, hogy az elején, nagyon, elején azért ez kihívás volt, és aztán lehet egyfajta rutint szerezni abban, hogy például a szinteket megtervezni hónapról hónapra, hogy akkor hogyan osztjuk ki a pontokat. Motiváltság, eredmények. Erről az előző webináriumon, amit júniusban tartottam, az első hónapok eredményeiről, ott beszéltem részletesen, tehát a jegyek, ott elmondtam, hogy a jegyek jelentősen javultak, és megfigyelhető bizony több tanulónál is, hogy sokkal szívesebben, lelkesen dolgozik, tehát van, akiről szabályosan lement a stressz. És még annyit, hogy fél évkor is, tehát megszavaztatom őket, hogy visszajelzéseket rendszeresen kérek, akarják-e a pontrendszert folytatni, vagy visszatérni a hagyományoshoz. Ugye most a három csoportban kettő egyértelműen pontrendszer párti volt, és van egy csoport, ahol vannak azért ellenzők is, egynegyede ellenző, háromnegyede pedig a pontrendszer pártjánál. Mennyi munkával jár? Igen. Én azt gondolom, hogy az elején járt többel, tehát amíg én magam hozzászoktam, illetve hát folyamatosan próbáltam átállni. Most is ugyanúgy, ahogy máskor tanári munkán az ember próbál mindig újabb dolgokat behozni, vagy változtatni, de ahogy több osztályban csinálom, így most már, tehát van egyfajta munkatempó, és könnyebb jóval. Tehát van egyfajta rutin, amit lehet szerezni. Sok munkával jár akkor, amikor a szint vége van, tehát a szintzárás vége, mert akkor utána megindul az új szint. De úgy próbáltam csinálni, hogy a három csoport ne egy időben zárjon, és akkor így most így ez egy kezelhető. Nincsenek olyan sokan, tehát egy 12-14 a legnagyobb csoport. Mennyivel több munkát jelent az eredmény? Hát korábban sem dolgoztam keveset, azt kell, hogy mondjam. Tehát azt hiszem, ezt megválasztottam az előtt. Onnan lehet tudni, hogy az utolsó munkánál kívül a gép előtt nem kapnak túl sok, tehát igazából nem kapnak kifejezetten otthoni munkát. Most, hogyha arra gondolsz, István, hogy online feladatok elkészítése, én megbízom benne, tehát másképp sajnos nem működik, tehát hogy ő készíti el azokat a feladatokat. Amúgy ugye az otthoni feladatok, amit otthonról hoz és bead, tehát egy-két, maximum három pontnál többet biztos, hogy nem ér, de leginkább egy vagy két pont, pontosan ezért, mert tudom, hogy a barát, a haver, a nagytestvér meg tudná csinálni, és ezekkel küzdöttem az elején, de úgy látom, hogy a jelenlegi csoportjaim inkább maguk dolgoznak. Van-e még kérdésetek? Arra jön, hogy akár a diák is állítanak, hogy ezt a teljes diák is csinálják. Volt rá példa, igen, tehát igazából, ahogy láttátok, nagyon-nagyon sok mindenből választhatnak, nem mindent választanak sajnos, amit én esetleg szeretnék. De volt olyan, aki csinált online feladatsorokat, én ezt támogatom, csak hát nem mindenki csinál, nem mindig csinálnak. A havi feladatterve digitálisan megosztott, igen, a gyerekekkel, igen, vagy nem, nem. Tehát minden osztálynak van egy osztály e-mail címe, tehát egy Google fiókja, és arra próbáltam rávezetni őket, hogy nem akarok mindig mindent elmondani, ott van, nézze meg, és nagy részt ez működik. Tehát most már azért nincs visszakérdezés, vagy olyan kérdés, hogy és akkor erre kaphatunk-e pontot, vagy hogy ez hány pontot ér.
ott van, nézd meg, és azt látom, hogy a legtöbbjüknek a mobiljukban, a mobiltelefonjukon már ott van az oldal, kinyitja az én táblázataimat, megnézi, és akkor követi, hogy akkor ezt még megcsinálja, beadja. Volt már olyan, hogy valamelyik része a folyamatnak nem vált be, változtattál rajta. Én azt gondolom, hogy folyamatosan vannak dolgok, tehát így akár egy kicsit a pontok alakítása, hogy az otthoni munkákért kicsit kevesebbet, a szóbelit felülpontozni, tehát a szóbelinek a pontszámait emelni, egy kicsit a szóbeli felé terelgetni őket. A legelején az első tavalyi csoportnál például nem szívesen vállaltak szóbeli feleteket, láttam, hogy ez nem jó, és akkor például egyrészt fölpontoztam, másrészt pedig behoztam azt, hogy akkor a témazárnak része az, egyik része a szóban zajlik. Ugye ezt meg tudom csinálni akkor, hogyha 12-en vannak a csoportban. Tehát akkor ez még lebonyolítható. Nem biztos, hogy minden hónapban, de időnként igen. Tehát például ilyen dolgokat. Jó. Van-e még esetleg? Határidő milyen feladatoknál van? Határidő ugye alapvetően szint vége, hogy addig lehet feladatokat beadni. De emellett ugye praktikusan, tehát ez is a közben a változtatás egyik része volt, hogy munkafüzet feladatokkal mikorra végezzenek. Mert zavaró volt, hogy esetleg az összefoglalásnál még nekünk a munkafüzet feladatokat kellene ellenőrizgetni. Tehát néha szoktam határidőt adni, vagy amiről tudom, hogy javítás igényes, most is van egy olyan az osztálynál, ahol szabok egy nagyjából egy hetes vagy 10 napos határidőt egy hosszabb feladatra, hogy addig lehet beadni, mert tudom, hogy esetleg azzal, hogyan akarok tovább dolgozni, ki akarom javítani, visszatérni rá. Tehát a pontok meghatározása az egyes feladatokhoz. Én azt gondolom, hogy ezt egyszer az elején az ember nagyjából átgondolja. Ebben nekem nagyon sokat segített az, ami a könyvben, de különösen a függelékben le van írva. Tehát a különböző tanárok tapasztalatai, hogy ki hogyan határozta meg, építette föl a pontrendszerét. És de utána, hogyha már egyszer eldől vagy eldöntöm, és tesztelem a csoporton, akkor látom, hogy működik. Honnan láthatom, hogy működik? Tehát például, hogyha az előző rendszerben is egy jó tanuló volt, és most nem csinál más, csak ugyanazt, amit akkor csinált. Megírja egész jól a szódolgozatot, egész jól megcsinálja a témazárót, 80% körül megcsinálja a témazáróját, dolgozik a munkafüzetben, és eléri az ötöst úgy, hogy igazából ezt kárt nem tett hozzá, akkor azt gondolom, hogy működik, hiszen ugyanazt a teljesítményt hozta, ötös volt akkor is, és ötös most is. És azt gondolom, hogy ez egy jó mérő eszköz. És úgy tűnik, hogy jól működik. Tehát ez így nálam bevált, de lehet, hogy másnál más pontok válnak be. Székely Dániel pontrendszerét megnézitek, esetleg ott jóval magasabb pontszámok vannak, tehát más rendszer. Van-e még esetleg kérdésetek? Szülőket érdemes előre tájékoztatni. Azt gondolom, illetve a könyvben is leírják, hogy igen, főleg a kisebbeknél, itt a nagyobbaknál már megkérem őket, hogy beszéljenek róla, vagy megmutathatja otthon. A leírást én ugyanúgy a Google Drive mappában készítettem, tehát nem volt akadály annak, hogy a tanuló otthon megmutassa a szülőnek. Egy nagyon részletes leírás magyarul pontról pontra. Tehát tulajdonképpen a szülő tájékozódhat belőle, illetve a tanuló megmutathatja ezt a szülőjének. Kisebbeknél mindenképpen érdemes egyébként. Itt ugye már 16-18 évesekről van. Van-e még kérdésetek? Önállóbbak lettek tehát a diákok. Igen. Azt mondom, hogy 80-90%-ban mindenképpen, tehát, és ez a visszajelzésekben is kitűnik, tehát amikor kérdőíves visszajelzést kérek tőlük, hogy értékeljék a munkát, tehát magát a munkapontot, akkor ez is kijön, hogy meg szoktam kérdezni tőlük, hogy is van megfogalmazva. Tehát, hogy ahhoz, hogy ötös lehessek, tehát hogy ki múlik az, hogy jó jegyet szerzek. Talán így van valahogy megfogalmazva a kérdés a kérdőívenben, és nagyon egyértelműen kijön több csoportban is, hogy egyértelműen csak rajtuk múlik, tehát ezt megértették, hogy ő rajtuk múlik, és akkor ezt szerint próbálnak tevékenykedni, és ráhajtanak, hogyha látják, hogy gond van. És azt mondom, hogy igen, önállóbbak lettek.
Jó, 1 óra eltelt, van-e még olyan kérdés, amire válaszolnom kell? Volt-e olyan csoport, ahol teljesen kudarcba fulladt, és akár évközben is abba hagytátok? Most az egyik csoportomnál úgy gondolkoztam rajta, és a szavazásnál arra számítottam, hogy esetleg visszautasítják, de aztán mégis 8-4 arány van az új rendszer nyelv, úgyhogy mindig is egy jó hír. Elérhet, hogy a diák sokkal többet dolgozna, és így többet megtanul a tanártól. Jó, az tudok, ezt anyagilag értékeli a tanárnak. Lehetséges. Nálunk nem. Tehát nálunk igazából nincs ilyen az értékelési rendszerünkben, vagy az előmeneteli rendszerünkben. A diák dolgozhat többet, illetve láthatja azt, hogyha ugyanannyit dolgozik azzal mennyire megy. Van-e még valami kérdése? Látom, hogy még többen gépeltek. Volt így is egyes, hogy nagy Isten bukás. Nagyon érdekes, hogy igen. Igen. Tehát volt így is. Tehát vannak mindig olyanok, akik ezt a tanulók között, és akik ellenzik, és nem tetszik nekik ez a rendszer, és tulajdonképpen lehet, hogy engem hibáztatnak a sikertelenségért, de hogyha ha valaki nem, tehát ahogy a régi rendszerben is, hogyha nem csinál semmit, nem csinál házi feladatokat, nem tanul, akkor ugyanúgy elégtelen, bizony sajnos előfordul elégtelen is. Jó, örülök neki, Viktória, hogy szívesen belevágnál. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és további szép estét kívánok. Aki szeretett volna tőlem még közben megkapni egy táblázatot, azt megkérem, hogy a e-mail címemre írjon. kalocsaibolya@gmail.com. Illetve látjátok Reginának a kormányoztatványát is. Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves kollégák, én is nagyon szépen köszönöm Ibolyának az előadást és mindenkinek a figyelmét. Közben én többször is igyekszem megosztani már annak az űrlapnak a linkjét, amit hogyha kitöltötök, akkor meg tudjátok kapni majd az igazolást, illetve akkor, hogyha Ibolya jóvá hagyja, akkor nagyon szívesen elküldjük akár ezt a táblázatot is az igazolás mellett, hogyha ezt tudjátok, hogy szeretnétek használni. Igen, természetesen. Köszönjük szépen, akkor mindenkinek további szép estét kívánunk, és a holnapi napon folytatódik a webinárium sorozatunk, amelyre szintén várunk szeretettel mindenkit. Rideg Márton lesz majd az előadónk Minecraft témakörben. További szép estét mindenkinek!